14 évvel ezelőtt, nyári szünet után, az első őszi bemutató volt. Valamilyen klasszikus művet szerettek volna bemutatni, de egy betegség vagy a rendező elfoglaltsága miatt elmaradt hirtelen a dolog, és akkor gyorsan kellett egy másik darabot szerezni. Tehát ez egy ideglenes megoldásnak, egy hirtelen jött mentő megoldásként született, és akkor senki nem gondolta arra, hogy 14 év múlva még mindig játszani fogjuk. Engem elütött egy autó, és akkor egy évig nem voltam színpadon, és akkor a Marton Laci azt mondta, hogy majd ő elővesz egy jó darabot, és egy jó kis kutyáról szóló történet. Aztán két hét csönd volt, mondom, Laci, mi van a kutyás darab? Azt mondja, ezt régen olvastam, és hát ez egy fiatalabb női szerep, mint a tiéd, de a másik is nagyon jó. A Repertoár Színházban az a fantasztikus, hogy egy darab ilyen sokáig tud menni. És a színpadon az idő az nem múlik. Tehát mert az ugyanígy volt, ugyanez a szék, ugyanaz a kellék, minden ugyanaz. Körülötted az események változnak, és egy csomó minden átalakul, de az, hogy bejövünk, és ugyanazok a mondatok vannak, és ugyanaz a világítás és a zene, az ad egy olyan csodálatos állandóságot, ami nem is tudom ezt igazából elmondani. Nagyon jól van színészileg megírva, nagyon hálás szerepeket írt. Én nem tudom, a Lukács Sanyi meg a Jutka panaszkodtak, hogy az ő szerepük nem olyan sikeres, mert ugye a Szilvia kutya, Enikő, hát szerepe hát az egyértelmű. Az enyém meg attól sikeres, hogy több karaktert játszhatom benne. Remekül van megírva. Az egyik jelenet előtt egy cipővel a számban állok. Mindig arra gondolok, hogy Istenem, itt állok, mint a Vígszínház igazgatója egy cipővel a számban. És most be fogok menni, és azt fogom mondani, hogy nézzétek, milyen szép cipő. És ebben van valami nagyon szép, de ugyanakkor nagyon komikus is. Jók a helyzetek, jól van megírva, jól van rendezve, jól van játszva. Azt hiszem, hogy mindenki minden poént kihasznál, és a nézők ezt élvezik. Hát pláne akinek volt vagy van kutyája, kutyusa, az mindenképpen többet kap az átlagnál ebből az előadásból.